Sziasztok, Pátkai Máté vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Először is a Pintér Attilának szeretnék mielőbbi gyógyulást kívánni, mert nem tudom, még most is kivizsgálásom a jelen pillanatban. Nem tudom, hogy... Azon már túl, akkor itt a Vajda úr többet tud, mint én, akkor engem nem tájékoztattak még erről. Gratulálok a csapatnak, szerintem jól játszottak. Amit gyakoroltunk az edzéseken, azt maximálisan megcsinálták. Örülök az új játékosoknak, hogy jól játszottak, de ez csak egy mérkőzés volt. Tehát egy mérkőzés volt, a többi még nagyobb feladat ránk vár, de örülök, hogy azért hogy bizonyították azt, hogy bátran mernek játszani. Örülök annak, hogy a játékosok azt kértük tőlük, hogy bátran játszanak, vállalják fel a játékot. Ezt maximálisan megcsinálták, és örülök annak, hogy a Népstadion közösségét, vagyis a Puskás Ferenc stadionban a nézőket ki tudtuk szolgálni. Remélem, egy gyönyörű stadiont fog kapni Magyarország itt a Puskás stadion helyett, és nagyszerű mérkőzéseket tudunk itt játszani. Negyedik meccset játszott a válogatott veletek, és most játszott először bátran. Eddig miért nem játszott bátran? Én két dologra gondolok, vagy mert nem volt akkor a nyomás rajtuk, vagy mert gyengébb volt az ellenfél. Tehát miért nem játszott pedig bátran a magyar válogatott? Gyuri, köszönjük szépen a kérdést. Ezt kérdezni. Jó, semmi baj. Figyelj, én azt mondom, hogy amennyit hagy az ellenfél, annyit tud a másik csapat kierőltetni magából. Én azt mondom, hogy felmerték vállalni, de kimondottan ezt kértük tőlük. Nem tudtuk, körülbelül megnéztünk videót, de új szövetségi kapitány van Kazasztánnak. Nem tudtuk, egy meccset tudtunk leellemezni. A többi mérkőzésen a Beránek ült, ugye? Nem tudtuk, hogy azokból is belenéztünk, de az új szövetségi kapitány, mert nem tudtuk, hogy mit fognak játszani. Nagyjából egy meccsből tudtunk csak kiindulni. Azt tudtuk, hogy nagyon erősek, próbálnak ütközni, fölvenni velük, nem akartuk, ezért lent a talajon próbáltunk játszani. Helyek közel megcsinálták. Egyet kértem, mondom, bátran fotballozzanak. Igen, olvastam a véleményét. Ugye az imént 83-szoros válogatott játékos, van neki véleménye, ő neki ez volt a vélemény, én tiszteletbe tartom az ő véleményét, de megmondom őszintén, vannak olyan mérkőzések, amikor nem úgy jön ki, tehát nem, hogy most a szerdai mérkőzésen, ugye hiába becsüljük le az albánokat, az albán az nem rossz csapat. Tehát az nem rossz csapat. Mondhatunk akármit, tegyük össze a két keretet. Tegyük össze a két keretet. Nincs miről beszélni, náluk a Dzsudzsák, náluk játszik. Most hülyeség ez erre fogni, de olyan játékosok játszanak, náluk a Lazióba játszik. Náluk ugyanak már egy játékost, aki a Lazióba játszik. Nem tudtam, hogy volt sárgakártya, nem játszottunk rá, tehát az esetre. De hát ott könnyebben tudtunk már utána játszani, jobban járattuk a labdát, de a harmadik gól visszatérve ott azért az egy szép támadás volt. A harmadik gól az egy szép támadás volt, amit előzőleg edzéseken ilyen tudatos felépítéssel csináltunk. Az gyönyörű volt, gondolom örült neki az Attila is. Hát a kazasz csapatra visszatérve, mondom, tudtuk azt, hogy nagyon erősek, nagyon masszívak, és próbálták felívelgetni a labdákat. Nagyon nagyot kellett küzdeni a hátvéd sornak. Nagyon nagy megterhelés volt nekik, mert ők sokkal erősebbek voltak. De viszont földön mi meg gyorsabban tudtunk játszani. Legalábbis én így éreztem. Az öltözőben ezt hogy tudtátok kezelni? Mert gondolom, hogy azért ugye egy játékosnak sem jó az, amikor látja azt, hogy rosszul van az edző. Pontosan így van. Ez úgy történt, hogy reggel még megcsináltuk az edzést, de a délelőtti edzésen volt egy könnyű átmozgató edzés. Az edzésen már mondta, hogy nem érzi jól magát, utána volt egy közös ebéd, és utána pihenő volt a csapat számára, és engem hívott utána telefonon, hogy nem érzi jól magát. Bementem hozzá, fölkelt az ágyból, bement, mondom, tusolj le. Letusolt, és mikor kijött a tusolóból, akkor majdnem, hogy összeesett, úgy fogtam meg. Egyből a dokinak szóltunk, jött az orvos, vérnyomást megnézték, a szokásos dolgokat, és egyből vitték be a kórházba. Ennyit tudok. Én nem tudok többet sajnos mondani, de azt tudom, hogy a csapat az teljesen el volt, hogy a Pinyőnek valami baja van, az teljesen kész volt a csapat a mérkőzés előtt. Próbáltam nekik mondani, hogy ne arra koncentráljanak nyilván, de ezt nem tudtam nekik, nem tudom, ezt nem tudod átadni. Minden játékos a szívén viseli a sorsát, mondom, egyből a Dzsudzsák, Balázsik, most hívták őt telefonon, úgy, amit a Gyuri mondott, de én nem tudtam róla beszélni, csak a Tomáék. Vannak-e a posztokra azok, akik esetleg a selejtezőn is kifuthatnak a pályára?
És hogy milyen emlékekkel búcsúzik a Puskás Stadiontól, ki tudna esetleg emelni valami egy legkedvesebb momentumot? Hát az utolsó kérdésre tenném föl a választ egyből. Nagyon örülök, hogy nyertünk 3-0-ra, de voltak itt gyönyörű mérkőzések ezen kívül, úgyhogy mindre szívesen emlékeznek a magyar futballbarátok. A kérdés elejére pedig, megmondom őszintén, én szerintem mondom, annak örülünk, hogy olyan játékosok léptek pályára, akik ugye nem kaptak még lehetőséget, és úgy érzem, hogy ebbe a 2-3 meccsbe, ami volt előttünk ez a felkészülési mérkőzésen, igaz, hogy nem mindegyiken, de valamit letettek az asztalra. Tehát úgy, hogy jól játszottak. Tetszett, amit kértek, azt maximálisan betartották. Próbáltunk, mondom, földön tartani labdát, amit szintén megcsináltak, és a keresztforgatásokat próbáltuk ugyanúgy erőltetni, amit idáig is csináltunk. Ezzel kiismerhető lesz a játékunk, de ez még csak a folyamat, tehát még nem vagyunk benne, nincs kész a csapat. Tehát ez biztos, hogy nincs kész a csapat, de helyek közel a fejünkben van egy elképzelés, és ezt próbáljuk tovább vinni. Ez mellett biztos, hogy kitartunk. Még masszívabbá kell tenni a csapatot. Várhatólag ott is erős, felépítésű, jó fejlő angol focit játszanak, tehát nyilvánvaló arra kell ott is készülnünk. Mondtam az előbb, nincs még kész a csapat. Nincs még kész a csapat, ezen vagyunk. Ugye jönnek most a nemzetközi mérkőzések a csapatokba a játékosoknak, ott vagyunk minden mérkőzésen, nézzük őket. Szeretnénk még egy felkészülési mérkőzést azért beiktatni, nagyon szeretnénk még egy mérkőzést játszani az északírek ellen, legalábbis ezt tervezzük. És mondom, nagyjából megvan a fejünkben a csapat, de még próbálkoznunk kell. Egy-két poszton próbálkoznunk kell. Az biztos. Azért visszavárjuk azokat a játékosokat, nyilvánvaló, akik azért egy Lovrencsics, aki sérült. Most elég a Dzsuzsákot visszarendelte, ugye a csapata nem engedte őt játszani. Én legalábbis úgy tudom. Tehát ezekre azért biztos, hogy számít a szövetségi kapitány.